Köszöntöm Önöket, az önkormányzati perceket látják. A nyár beköszöntével a kerületben található intézmények ügyeleti rendszerben működnek. Nincs ez másként az óvodák esetében sem. Mai vendégemmel erről fogok beszélgetni. Köszöntöm a stúdióban Bukus Györgyöt, Rákosmente önkormányzatának, oktatás és művelődési csoportjának ügyintézőjét. Üdvözlöm. Én is üdvözlöm a kedves nézőket. És akkor elsőként arra kérném, hogy ha nézzük akkor a teljes óvodai nevelési évet, akkor helyezzük el ebben a nyári időszakot, nyilván amellett, hogy ugye pontosan tudjuk, hogy melyek a nyári hónapok. Általánosságokban beszélnék, és itt nem mondanék jogszabályi hivatkozásokat, természetesen, hogyha valakit mélyebben érint, akkor érdekel a dolog, akkor félfogadási időben állok rendelkezésre. Tehát általánosságban azt mondhatjuk, hogy szeptember 1-től augusztus 31-ig tart a nevelési év. Ez a nevelési év természetesen szakaszokra bontható. Mivel most a nyári időszakról fogunk beszélni, ezért röviden lezárnám mondjuk a június közepéig tartó időszakot, ami hasonlóan az iskolához egyfajta foglalkozási idő, szorgalmi időnek nevezhető, és ezután, mint ahogy az iskolában nyári szünet, úgy az óvodában is átáll egy másfajta működésre, aminek ennek a működésnek a jogi szabályozása is egy picit más. Itt igazából már a gyermekvédelmi jogszabályok, gyermekvédelmi törvény szab feladatot az önkormányzatnak. Az önkormányzat a nyári időszakban a gyermekek napközbeni ellátási feladatát oldja meg. Ez elsősorban azoknak a gyermekeknek az ellátását jelenti, akiknek otthon, a családban a napközbeni felügyelete megoldatlan, hát ugye leginkább azért, mert a szülők dolgoznak, vagy nem tudnak éppen szabadságot kivenni. Ugye említettem a felvezetésben, hogy ön ügyintézőként dolgozik. Ez egész pontosan mit jelent? Mi az, amiért ön felel? Ügyintézőként dolgozom. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem döntéshozó vagyok, hanem egyes döntéseket készítek elő, A, B, C verziót, ennek a előnyeit, hátrányait, illetve az óvodáktól, vagy akár a szülőktől érkező kérdéseket, problémákat, felvetéseket próbálom, ha lehet, az én szintemen elmagyarázni, megoldást találni, ha nem, akkor ugye döntéshozó elé tárni, aki dönteni fog. Tehát oktatási, óvodai vonatkozásban a jegyző döntéseit készítem elő, vagy akár itt a nyári időszakra tekintettel az óvodák zárását, nyitását, akár a képviselőtestület számára. És ugye jól tudom, akkor emellett itt még mint feladatkörbe szerepel a intézményekkel és a szülőkkel való kapcsolattartás is. Így van, tehát ez a kapcsolattartás, mondom, nagyjából esetleges jogi segítségnyújtás. A legtöbb probléma nem az óvodák működésével kapcsolatos probléma, mert a működés, mondhatom, minden óvodák nagyon jól működik. A problémák alapvetően kommunikációs vagy félreértéseken alapuló dolgok, amit viszonylag könnyen lehet orvosolni. Nagy működési probléma nem jellemző nálunk. Az, hogy az óvodák hogy vannak zárva például nyáron, azt szintén jogszabályok szabályozzák, ugye ezt a döntést a fenntartónak a nyári zárásról február 15-ig kell a szülők tudomására hoznia, ezért általában ez a döntés január végéig meg szokott történni. A február 15 az valószínűleg úgy alakult ki a jogszabályban, hogy legtöbb munkahelyen február 15-ig kell szabadságolási tervet is készíteni, tehát a szülőknek ezért erre az időszakra tudni kell. Ez egy kicsit nehézkes abból a szempontból, hogy már januárban tudnunk kell azt, hogy melyik óvodánk akár karbantartási vagy egyéb építkezési, javítási munkálatai mikor ütemeződnek, tehát itt lehetnek bizonyos problémák, de lényeg az, hogy február 15-ig a szülők tudomására kell hozni az ütemezést. Azt kell még erről tudni, hogy szintén jogszabály szabályozza azt, hogy 5 hétnél ez nem lehet hosszabb, ugyanúgy, hogy a bölcsödéknél. Illetve még zárójelben megjegyzem, hogy még ugye 5 nevelési munkanap az, amikor ugye az óvodák zárva lehetnek, illetve
nem fogadnak gyereket. Tehát a nyári zárásról február 15-ig, erről az 5 napról egy héttel korábban kell a szülőket értesíteni. Most hogy alakul ki a nyári zárások ütemezése? Ezt már hosszú évek óta az óvodavezetők szakmai szervezete ütemezi. Figyelembe veszik azt, hogy adott város részben azért mindig legyen nyitva tartó csoport, tehát ne kelljen sokat utazni a gyermekekkel, illetve a saját szempontjukból figyelembe veszik azt, hogy milyen felújítási munkálatok ütemezése zajlik esetleg. Másrészt meg ugye a saját dolgozóiknál is figyelembe veszik azt, hogyha egyik évben nyár elején, akkor lehetőleg a másik évben az a nyár közepén vagy a nyár végén, tehát nem mindig ugyanabban az időszakban zárjon az óvoda. Egy gyakorlati példával élve, most például az Aprófalva óvoda felújítási ütemezése úgy alakult, hogy egyébként most ott kéne, hogy legyenek a gyerekek, mert januárban még úgy tudtuk, hogy ott lesznek, viszont a gyermekek biztonsága érdekében mégsem jó, ha ott vannak, és a közeli napsugár óvodában lesznek néhány hétre. Azok a gyerekek, akik egyébként az Aprófalvába lettek volna, amikor ő van nyitva, de így a napsugári óvoda zárás idejében ott lesznek a gyermekek. Nyáron ugye alapvetően kevesebb a gyereklétszám az intézményekben, hogyha nézzünk egy általános számot, akkor ilyenkor mennyien veszik igénybe az óvoda szolgáltatásait? Ha az általános számot nézzünk, akkor itt a beszélgetésünk előtti hétről tudnék esetleg pontos számokat mondani. Ott 813 gyermek kérte az étkezést, ugye ebből tudjuk, hogy hányan voltak. Ebből a 813 gyermekből 110 gyermek végül is lemondta, mert valószínűleg családi okból nagymama vagy egyéb mégiscsak tudta vállalni a gyerekeket, vagy betegség, nagyisten betegség miatt. Tehát ez egy 7-800 fő. A 7-800 főt ugye legegyszerűbb csoportokra bontani, hogy 25 fős csoportegységekben gondolkodunk, hiszen még nyáron sem lehet 30 főnél több egy óvodai csoport. Ha ezt a 7-800 főt nézzük, ez egy 30-33 óvodai csoport. Összesen Rákosmentő önkormányzat 101 óvodai csoportot működtet. Ezen a héten, amikor ez a 7-800-as igény volt, akkor akár 46 csoport lehetett zárva, tehát az a zárva lévő intézmények csoportszáma az így 46 volt, így több mint az 50%-a a férőhely kapacitásunknak szabad volt. Tehát ennél nagyobb létszámot is el tudtunk volna látni. Természetesen ez azért azt jelenti, hogy a nyitvatartó óvodákban sem minden csoport működött, és a nem működő csoportok óvónői valószínűleg ugye szabadságon voltak. Beszélgetésünk zárásaként, hogyha megnézzük, akkor mit gondol, mi ennek a rendszernek, vagy mik ennek a rendszernek a legfőbb előnyei? Ennek a rendszernek részben érintettük már az előzőekben, de van egy jogszabályi kötelesség az önkormányzatnak, a napközbeni ellátás biztosítása azoknak a gyermekeknek, akiknek otthon a családban ez megoldatlan. Ez a napközbeni ellátás, ez gyakorlatilag a bölcsödei, az óvodai, illetve majdan az iskolai időszakra is vonatkozik. Minden korcsoportnak a korcsoportjának megfelelő foglalkoztatását kell megoldani, és étkeztetését ebben az időszakban. Tehát egyrészt megvalósul egy önkormányzati jogszabályi feladat, másrészt ugye azokon a családokon bizonyos értelemben segít az önkormányzat, bár ez így nem jó, mert ugye kötelességem, tehát az önkormányzat megoldja azoknak a gyermekeknek a napközben ellátását, akik nem tudnak munkahelyi vagy betegség vagy egyéb ok miatt a gyermekekkel otthon foglalkozni. Ezek a gyerekek nem csellengenek, bár igazából ez már inkább az iskolás korra vonatkozik, de akár az óvodás gyermekek is biztonságban vannak, óvodapedagógusi felügyelet mellett is megkapják a napi háromszori, ötszöri étkezést. Ez az ellátási rész. A másik részt az óvodák működtetése szempontjából, ugye az önkormányzat ebben az időszakban tudja a nagyobb volumenű karbantartási és egyéb feladatait megoldani,
illetve a dolgozók ekkor tudják a szabadságokat kivenni. Tehát tulajdonképpen ez általánosságban és hosszú távon mindenkinek jó, természetesen problémák merülhetnek föl, hiszen az adott gyermek a megszokott szeretett óvónéni, vagy a megszokott szeretett játékait nem biztos, hogy tudja, tehát nem tud azokkal játszani, hiszen lehet, hogy egy tulajdonképpen idegen környezetbe kerül, hiszen egy másik óvodába tudja megkapni az ellátást, akár idegen gyerekek közül. Ez sajnos érthető, hiszen ez a 3-6 éves korosztály nagyon ragaszkodik a megszokott környezetéhez és a megszeretett óvónénihez. Ezen ilyen értelemben sajnos nem tudunk változtatni, hiszen a családoknak is meg kell érteni, hogy ekkor igazából nem az a fajta nevelés, iskola előkészítés és egyéb foglalkozások zajlanak, hanem tulajdonképpen csak gyermekfelügyeletet látunk, illetve látnak el az óvodák. Természetesen azért az óvodák a saját hírnevük érdekében ilyenkor nem csak kiengedik az udvarra a gyerekeket, hogy csináljanak, amit akarnak, hanem azért igyekeznek olyan programokat szervezni, olyan egyszerű foglalkozásokat, festés, rajzolás, ének, mese, amik azért ennek a korosztálynak szükségesek. Összegezve tehát, a rendszer hatékonyan működik, és reméljük, a jövőben is így lesz majd. Köszönöm szépen a tájékoztatást, és további sikeres munkát kívánok. Köszönöm szépen. Önöknek pedig a figyelmüket köszönöm, megtartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!